Jó reggeliket kívánok mindenkinek, folytatódik a sorozatunk, ahol ikonikus magyar édességekből, süteményekből készítek valamilyen reggeli féleséget. A mai különösen egyszerű lesz, zserbó zapkását készítek Nutellával. Az első lépés az az, hogy megcsináljuk magát a zapkását, elkezdek melegíteni egy gyors forralót, belenyomatok 4,5 deci tejet, hozzáöntök 120 g zapfejhet, és hát ugye azt ígértem nektek, hogy egy zserbó ízesítést, egy zserbó hangulatot fogok előállítani. Mi kell ehhez? Kell hozzá dió, amit itt most ilyen darált formában bele fogunk még pakolni szépen így a zapkás alapunkhoz. Kb. 50 g megy bele. Aztán adunk hozzá egy kis baracklekvárt, ugye másik alkotóelem, hogy a zserbó élmény meglegyen. Hát ebből azért így ilyen 3-4 evőkarányit így bele lehet szépen pakolni. Mert hozzá egy kis cukor, nem kell túlzásba esni, 20 g maximum, és ezt egészet szépen összerottyantjuk. A zapfehelynek kb. 5 perc kell, hogy ilyen korrekás állagúra összeálljon, addig viszont fogunk egy kis egész diót durvára felaprítjuk, és bele zuttyantjuk egy száraz forró serpenyőbe, hogy egy kicsit megpiruljon. Miközben pirul a dió, gyorsan vékony kis csíkocskákra vágok pár friss sárga barackot. És az utolsó előtti lépés, hogy egy kis aszalt barackot is hozzá dobunk. Itt azt fogom csinálni, hogy kis vékony csíkokra vágom szintén, mint a friss barackot, és aztán meg egészen kicsi kockákra. Egy gyors tálás van még hátra, tálba kanalazzuk a diós barackos zapkását, rápakolunk pár szelet friss barackot, meghintjük pirított dióval, és a felkockázott aszalt barackkal is. És jön az utolsó lépés, de talán a legfontosabb lépés, egy kis Nutellával fogjuk az egészet elvarázsolni. Ez volt az én zserbózapkás receptem Nutellával. Nézzétek meg a többi desszertiklítési Nutellás reggelimet is a Street Kitchen oldalán. Szevasztok! A finom reggelik támogatója a Nutella.